Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai műsorunkban. A király a Német Színház új darabjában is meztelen. Izgalmas programmal várták a kalandos kedvű érdeklődőket a Vosiszkimor megyei múzeumban. Különleges, afrikai tematikájú kiállítóteret avattak fel Dunaföldváron. A Veresegy Színház szórakoztatta a szexárdi közönséget. Ismét egy mesedarab bemutatójára került sor a Magyarországi Német Színházban, Szekszárdon. A Császár új ruhája című előadás időszerűségét az adja, hogy a világban ma nagyon sokat áldozunk a látszat fenntartására, miközben az igazság az, mint a mesében is, hogy a császár meztelen. A színházban az előadást követően beszélgetést szerveznek a gyerekekkel arról, mit értettek meg a történetből. Élt egy császár egy távoli országban, akit csak az érdekelt, hogy kellően csinos legyen. Szeretné megünnepelni uralkodása 10. évfordulóját, de úgy érzi, nincs alkalomhoz illő öltözéke. Ettől aztán teljesen boldogtalan és felettébb mérges. Így kezdődik a császár új ruhájának története, mely a Szekszárdi Német Színház legújabb mesejátéka, és mint minden darab a teátrumban rendkívül időszerű is. Nagyon ilyenkorban élünk, igen, tehát fontos, hogy kinek milyen mobiltelefonja van, fontos, hogy kinek milyen márkájú cipője, nadrágja, akármilyen ruhája van. Úgyhogy szerintem ez egy jó kiindulási pont ebben a mesében, hogy itt van egy király, akinek mindennél fontosabb a kinézete. És aztán hát emiatt elindulnak hazugságok is, és a második téma az pedig az, hogy miért vagyunk hajlandóak hazudni, vagy miért vagyunk olyanok, mi emberek most is, és 200 évvel ezelőtt is, amikor a mese íródott, hogy valami nyilvánvaló igazságot is elhallgatunk csak azért, hogy valami más ne változzon meg. Emögött a félelem is van természetesen, és ugye a mese végén egy kisgyerek mondja azt a királyról, de hát nincs rajta semmi, és valóban a kisgyerek még nem gondolja át, hogy ha teszek valamit, annak milyen következménye lehet. Tehát nincs ez a félelem, hanem az őszintesség van, ami egyértelmű, nyilvánvaló, azt a kisgyerek kimondja. És ahogy növünk bele a felnőtt korba, szépen megtanuljuk azt, hogy sokszor ez nem lehetséges. És hogy hol az a határ, amikor tényleg nem lehetséges, és vagy mikor van az, amikor meg lehetséges lehetne, de nem merünk. A darab alapvetően a gyerekközönségnek szól, így hát számos alkalommal a történet könnyebb követhetősége érdekében magyar szövegekkel segítik a színészek a nézőket. Szeretnék majd azért előadásokat úgy is lehetővé tenni, hogy eljöhessenek családok megnézni, mert rengeteg felnőtteknek szóló vicc vagy vicces rész is van benne, amit a szülők is élveznének, és azt gondolom, hogy megérkeztünk tényleg az iskolákhoz, hogy tudják, hogy nálunk mi egy jó kiegészítés vagyunk a német órákhoz, egy színházi élménnyel. A tavalyi darabunk is, a Torzomborz a rabló, meg most is a császár új ruhája úgy készült, hogy egy család is megnézhesse, hogy ha bejönnek a szülők, akkor ők is élvezhessék. Tehát sok olyan vicc vagy poén van benne, ami a felnőtteknek jön át, és nem a gyerekeknek. A darabban debütál a Német Színház társulatának egyik új tagja, Dominik Spies. Azt mondja, ez a darab azért jó, mert minden gyerek megtalálhatja benne az érdekességet. A kisebbek vagy a nyelvet kevésbé értők számára is vannak benne olyan viccek vagy jelenetek, amitől ez számukra is élvezetes. A nagyobbak pedig egészen biztosan értik azt is, miről szól igazából a mű. Az érződik, mondja Dominik, hogy a csattanóban, amikor a gyerek kimondja az igazságot a császár mesztelenségéről, a gyerekek pontosan értik, mi is történik a színpadon. A Szekszárdi Német Színházban az a szokás, hogy a gyerekdarabokat követően beszélgetés kezdődik a látogatókkal arról, mit értettek meg mindabból, amit láttak.
A gyerek érti a saját szintjén, hogyha beszélgetek a nézőkkel a végén, és megkérdezem, hogy szerintük a császárnak miért fontos a ruhája, a császárnak miért fontos, hogy hogyan néz ki, hogy milyen benyomást kelt ugye az embereknél, ezekre tudnak válaszolni, ezeket tudják, hogy a császárnak nagyon fontos a ruhája, és azt akarja, hogy mindenki őt becsülje, hogy mindenki lássa, hogy neki mennyi pénze van. De azt is tudják, hogy ha valaki ennyire kifelé akar valamit sugározni, akkor befelé talán nagyon szomorú, vagy nem elég magabiztos. Ezekre rájönnek, és hogyha aztán kérdezzük, hogy a császár jól végzi a munkáját? Nem, egyértelműen nem végzi jól. Milyen lehetőségei lennének? És akkor jönnek az ötletek, hogy mi mindent tudna a császár, hogy javítani. Ilyen szempontból abszolút értik. A császár új ruháját a közeljövőben az ország több pontján bemutatja a színház Budapesten 4 előadásban, még ebben az esztendőben. Hogy aztán visszatérjen Szekszárdra. A Múzeumok őszi fesztiválja keretein belül izgalmas programmal várták a kalandos kedvű érdeklődőket a Vosinszky-Mord megyei múzeumban Szekszárdon. A pincétől a padlásig tárlat vezetésen a látogatók betekintést nyerhettek az intézmény eddig elzárt területeibe. Azt se tudják már, hogy mi micsoda, tehát például egy ilyen bakerit lemezjátszóra már nem tudják, egy magnóra, ilyen kazettára se tudják micsoda. Ilyen kincseket is rejt a Vosinszky-Mord megyei múzeum. Az intézmény idén is biztosított egy olyan napot az évben, amikor az érdeklődők nem csak a hagyományos tárlatokat tekinthették meg. A pincétől a padlásig program az egy folyamatosan évek óta visszatérő programeleme a Vosinszky-Mord megyei múzeum kínálatának. Általában a múzeumok éjszakájához köthető, tehát nagyon sokan onnan ismerhetik ezt a dolgot. Azonban az elmúlt években a múzeumok őszi fesztiválja programsorozatba is bekerült, így történt idén is. Október elejétől november közepéig, másfél hónapon keresztül a múzeumoknak a 4 kiállító helyén, tehát Irodalomháza, Babicsháza, Vármegyeháza és a múzeumnak a főépületébe várjuk különböző érdekes és rendhagyó programokkal az érdeklődőket. Ez a padlástúra, ahogy említettem is, már korábban több alkalommal is megrendezésre került, és mindig nagy népszerűségnek örvend, és ez ebből adódóan nem is jut eszünkbe, hogy kivegyük igazából a program kínálatból, mert ez mindig érdekes lehet egy laikus számára, hogy mi folytatódik, mi zajlik a kulisszák mögött, mik vannak azokon a területeken, amelyek nem a kiállításhoz tartoznak, esetleg irodákba, vagy akár a padláson. Az Kája csempe is az Ozoráról származik, tehát látható, hogy egy főúri Kája csempe, meg itt is, amit lehet látni, mennyiben más, mint egy falusi Kája csempe. A program során olyan izgalmas dolgokat is megnézhettek a látogatók, mint a még ki nem állított régészeti leletek, vagy a gyerekek számára már tényleg ősküveletnek tűnő tárcsás telefon. Most ugye konkrétan a padlásra ment fel ez a bizonyos túra, ahol világítás az nagyon szolid, tehát ezért is van, hogy padlás, zseblámpás kalantúra keretében, mert hogy ott vannak azért bizonyos dolgaink, van az antropológiai gyűjteményünknek egy jelentős része vasszekrényekben, hát több mint 3000 csontváz, régészeti korú csontváz található, úgyhogy ezekből is azért mutatnak az éppen aktuális kollégák, akik ezeket a kiállításokat, ezeket a túrákat vezetik. Már nagyon régre nyúlt vissza. Egyszer, nyilván ez más múzeumok is próbálnak így az elzárt részekbe azért bepillantást engedni a látogatók számára, és azért a padlás az mindig egy ilyen különös érdekesség, akár a lakóházaknak, akár a közintézményeknél is, és nálunk mivel ezt így használjuk is ezeket a tereket szakmai szempontból, így külön érdekesség is lehet. Próbáljuk tartani a meghirdetett programjainkat, a múzeumi esték, előadás sorozat, ami híres várostromokat folytatja, ez havonta egy alkalommal, itt a múzeum főépület könyvtártermében van egy történelmi mozi sorozatunk, ez 2 hetente, az érdeklődőket várjuk itt szintén itt a múzeum könyvtártermében, illetve még zajlik a múzeumok őszi fesztiváljának a különböző programelemei.
különleges afrikai tematikájú kiállító teret avattak fel Dunaföldváron annak apropóján, hogy a helyi Magyar László gimnáziumot éppen 70 évvel ezelőtt alapították. Az iskola névadója a 19. században élt, az öreg kontinens szerte ismert orientalista volt. Éppen 70 évvel ezelőtt, 1952-ben adott megbízást Dunaföldvár község Rojko József igazgatónak, hogy hozza létre a régóta tervezett középfokú oktatási intézményt az akkor még falunak számító településen. A támogatás alapfeltétele egy iskolának alkalmas épület volt. Ez a már korábban államosított egykori Ferences rendház nagyobbik része lett a Templom utca 5 szám alatt található ingatlanban. Az intézmény falai között azóta is zajlik az oktatás. Az ott tanuló diákok, munkatársak most a megalapítás évfordulóját ünnepelték. A névadó orientalista Afrika kutató Magyar László tiszteletére avattak tárlatot az iskola dolgozói a jeles ünnep alkalmával. 5 évvel ezelőtt Szilasi Ildikó és a Helyi Művelési Központ vezetésével nyílt egy Afrika és Magyar László kiállítás. És a gimnáziumban egy jó páran úgy gondoltuk, volt tanárok, jelenlegi tanárok, hogy létre kell hozni egy egyesületet, ami ezt a Magyar László kultuszt tovább tudja építeni, földrajzi ismereteket tud terjeszteni, illetve magát a gimnáziumot is lehetne majd támogatni ebből. És ez 2020-ban jegyezte be a cégbíróság, tehát onnantól kezdve működünk törvényesen. És hát a legfőbb támogatónk az a Dunaföldvári Önkormányzat volt mindig, de szerencsére tudtunk más szponzorokat is keresni, kint van a nevük a táblán. És az ő támogatásukkal tudtunk eszközöket vásárolni, meg egyáltalán kitalálni azt, hogy mi legyen a koncepció. Most az a koncepció, hogy van egy rész, ami Magyar Lászlót mutatja be, mert Magyar László itt töltötte a gyermekevei Dunaföldváron, és az, hogyha szembeállunk a tárlatba, akkor a bal oldalon található. Oda helyeztük például a volt igazgatónak Veszt János által készített makettházat, ahol Magyar László a gyermekéveit töltötte. Ez a ház különben mind a mai napig megvan Dunaföldváron. Akkor tudtunk térképet szerezni a Magyar Földrajzi Múzeumtól, azt sikerült kinyomtatni, illetve annak a leírásait. Ezzel tudtuk igazából kibővíteni a Magyar László részt, és akkor a másik része az pedig úgy gondoltuk, hogy egy afrikai ország legyen. Mivel Magyar László nagyrészt Angolában élt, ezért Angola most a témája a kiállításnak, és akkor Angola térképet vásároltunk, Afrika térképet vásároltunk, vitrint készítettünk, felvettük a kapcsolatot az angolai nagykövetséggel, ők a tegnapi napon érkeztek, és akkor hoztak posztereket, kiállító tárgyakat, használt tárgyakat, és ezek láthatóak gyakorlatilag a kiállításon, és magát a korábbi posztereket pedig átrendeztük egy kicsit, hogy talán titokzatosabb és izgalmasabb így a kiállítás. A Dunaföldvári Gimnázium évtizedek óta a település egyik legfőbb büszkesége. Erről beszélt a város polgármestere a kiállítás átadását követően. Hogy egy település, egy város, az azért város, mert olyan szolgáltatásokat és olyan oktatási rendszert tud működtetni, amelyben ez a gimnázium feltétlenül szükséges. Én ugye, amikor változások történtek a 2013-ban és elkerültek az önkormányzatoktól, az általános iskola és a gimnázium nekem az egy nagy szívfájdalmam volt, de ettől függetlenül nem szakadt meg a kapcsolat, és én szívügyemnek tekintem azt, hogy Dunaföldváron ma is, tegnap is, és remélkedem benne, hogy jövőre is lesz gimnázium. Ez a városnak egy színfoltja. Nem csak azért, mert az itteni és a környékbeli gyerekek itt tanulhatnak, hanem ez egy kulturális központ is. Az a szellemiség, amely kell Dunaföldváron, és azt gondolom, hogy amely képes megőrizni is ezt a szellemiséget, ápolni is, és a jövőben pedig továbbvinni. És ez nem csak az, hanem nagyon fontos, hogy ma kiművelt fejek, azok legyenek a társadalomban, azok fogják építeni ezt a társadalmat, hisz amúgy látjuk, hogy a generációváltások azok mennyire szűkültek le, és mennyire tudás alapú társadalommá kell, hogy váljunk. És ez nem csak a lexikális tudás, hanem az a tudást kell elsajátítani ma a gyerekeknek egy gimnáziumba, hogy hogyan lehet önállóan fejlődni, és azt, hogy élethossziglan tanulás az mit jelent. Ugye ez majd elcsépelt dolog, de én a saját példámat tudom mondani, és végig tudom azt mondani, hogy élethosszig tanul az ember, és amúgy meg van ugye a másik közmondás, hogy a jó pap, az ugye holtig tanul, hát mindenkinek ilyen a tanulásban ezt kívánom, hogy élethosszig tanuljon, és mindig jókat tanuljon, és ezt a társadalomnak, a saját hasznára, és a kis közösségnek, vagy a nagy közösségnek a fordítsa annak a hasznára.
Dunaföldváron Magyar Lászlót szó szerint kultuszlengi körül. Az Afrikát, Közép-Amerikát is megjárt utazó előtt a mai napig hatalmas tisztelettel adóznak a helyiek. Hogyha itt a várudvarba körülnéznek, ugye van itt egy szobor is felállítva, ez része, ez nagyon oda kötődik Magyar László Dunaföldvárhoz szellemiségében is. Mert amúgy szellemisége Magyar Lászlónak mit mutat? Azt mutatja, hogy kutatni kell, az újat meg kell ismerni, az újat fel kell jegyezni, és a következő generációnak oda kell tenni, hisz jelen, múlt nélkül, és a jövő múlt nélkül nincsen. Ezt üzeni, én úgy gondolom, Magyar László, és Magyar László magának az életútja, az, hogy mit futott be, hogy volt tengerésztiszt, katona, majd felfedező, tudós, és ezeket mind-mind végigvitte az életében. Ez azt jelenti, hogy sokrétűnek kell lenni, tágvilágszemlélettel kell lennünk, és mindegyikből le kell húzni azt a pozitív szemléletet, amely előrébb viszi a társadalmunkat, előre vitte az akkori társadalmat, a 18-a, 19. századot, majd a 20. századot, és most pedig lenne a 21. századot. Ez jelenti azt, amit ő mutat, és az, ami tudás alapú társadalmat jelenti most. A kétnapos ünnepség sorozat alkalmával tudományos konferenciára is sor került. És természetesen, hülyen a névadó földrajz tudós örökségéhez, ez a szakterület adta az előadások fő csapás irányát. Van 3 földrajz professzorunk is. Itt van ilyen, hogy földrajzi érzékenyítés, afrikai élővilág, afrikai népek sokszínűsége, akkor Benyovszky Móricz nyomában Madagaszkáron, van biológiai témájú előadás is, Tolna megye élővilágával kapcsolatos. Akkor van egy nagyon érdekes, Szegedről érkeztek kutatók a paradicsom növény fejlődése az éjszakai megvilágítás hatására. Akkor aki a korábbi kiállítást szervezte, főként Szilasi Ildikó, ő is itt van, ő most Kongóról fog tartani előadást. Van történelmi előadás, világháborús katonalevelek hazaérkezése Magyarországra. A kiállító tér megnyitásán az angolai nagykövetség munkatársai is részt vettek. Ők azt mondják, még legalább 70 év sikeres működést kívánnak a Dunaföldvári Gimnáziumnak. $100,000 ígér legjobb barátja egyetlen élő rokonának a gazdag üzletember, ám egy születésnapi partin kiderül, nincs egyedül az örökös. Ray Cooney bohózatai a klasszikus angol társalgási vígjáték hagyományait követik, a rá jellemző virtuóz cselekményvezetéssel, a különböző félreértések és helycserék már-már az abszurditásig való eltúlzásával, a szálak végletes összekuszálásával. Így volt ez az Egyszer 3, néha 4 című művében is, amit a Veresegy Színház előadásában láthattak a szekszárdi nézők. Csak itt kell lennie valahol, John! A Veresegy Színház hozta el novemberben a szekszárdi közönségnek Ray Cooney és Tony Hilton közös darabját, az Egyszer 3, néha 4-et. A Babits Mihály Kulturális Központ színházterme megtelt a szórakozni vágyó nézőkkel. Tina kedvezményezett, Mr. Billy Hickory Wood! Billy! Abszolút van rá igény, és főleg a kacagásra, a minőségi kacagásra van igény, és én azt gondolom, hogy a következő megszólaló egyetemen, akit Beleznai Endrének hívnak, így kikacsintok, tehát ő is ugyanezt mondaná, hogy arra a minőségi kacagtatásra van igény, amit ő is képvisel, és én magam is. Azért jöttünk. Igaz, Endre? A helyzet mindenképp kómikus. Akkor utalok itt erre, hogy őt ugyebár kitetszik adni festőművésznek. Önmagát kitetszik adni ügyvédnek. Nekem meg kitetszik.
tetszik adni 20 pontot, hogy befogjam a szám. Ez zsarolás. Veszünk inkább keresett kiegészítést. Tulajdonképpen arról szól, hogy van egy ember, akiből van 4. Ez egyébként ugye spoiler lenne, mert ez a poénja darabnak, hogy kiderül, hogy nem egy ember van, hanem ikertestvérei van. De mint hogy ez a cím, hogy egyszer három, néha 4, azért nem annyira nagy titok. Plusz az egyik fordítás, amivel Magyarországon még játszották ezt, az volt, hogy ikrek, tehát ott sem volt annyira titkolva ez. Na de ez attól jó darab, hogy hát nagyon működik, mert rengeteget kell benne szaladgálni, ez az ajtócsapkodás, jönnek, mennek emberek nagyon izgalmasan, és meg hát ugye az egy zicser szerep, Mohai Tamás játsza a négyes ikreket, és tényleg úgy vált az egyik ikerből a másikból, hogy a nézők nem is nagyon értik, hogy mi történik, ez az egyik specialitása vagy erőssége ennek a darabnak, hogy tényleg úgy van, hogy a nézők biztosak benne, hogy itt áll még Mohai Tamás, és közben itt bejön és beszél, és közben itt is itt, tehát egyszerre, színpadon, két helyen van. Mihályfi Balázs elárulta, nem könnyű az utazótársulatok helyzete, hiszen az energiaáremelkedés miatt több kulturális intézmény is úgy döntött, hogy nem nyit ki a fűtési szezon alatt. Járjuk a világ, de egyfolytában rettegünk. Tehát az életünk egy rettegés. Tehát, hogy bezárnak, vagy nem zárnak. Úgy tűnik, hogy bezárnak, de hát nekünk még szerencsénk van, azt hiszem, a közszínházakkal szemben, bár ott havi fizetést kapnak a kollégák, mi meg csak akkor, ha játszunk, de úgy tűnik, hogy még akad néhány kiemelt kulturális intézmény, ahol még talán fűtenek, meg bekapcsolják a lámpákat, és akkor tudunk játszani. Neked is most kell, hogy legyen egy kiállásod, érted? Nehogy elárulj, hogy festősegéd vagy a cégemben. Hát ennek nincs az a kimondottan jó atmoszférája. Nagyon nehéz bizonyos vidéken élő színház szerető embernek eljutni a fővárosban színházat nézni, és azt gondolom nem csak a fővárosban van élet, hanem vidéken is van élet, és a kultúrházakban megjelenő fantasztikus előadások is ezt mutatják, hogy van igény a, még egyszer mondom, minőségi, fantasztikus, nevettetős színházra, és mi ezt képviseljük. Térjünk is a tárgyra! A 100 fontot ajánl, kér 200-at. Régi Kalimund, úgy határoztam, adok neked 100... 200-at kérek! 100 000 fontot. Készpénzben. Nagyon bírják a nézők, mert tényleg rengeteg olyan eszköz van benne, meg hát nem csak az eszközök, mert az eszköz, már elmondtam, hogy ez a változások, hogy ugye, vagy mi változás, minek mondjuk varázslat, hogy egy színész kétszer is ott van. A másik pedig, hát az egy Nagy Sándor rendezte, nem az uralkodó, hanem a színész, aki énekes is volt előtte, na és ő játszott ezt a Badács Színházban, a Szente István. Mások szerint Vajk, de hát a Vajka keresztségben István. Tehát Szente István rendezésében a Madácsban is. Nagyon jó volt benne a Sanyi, és itt megrendezte Verese Színházban nekünk, és rendezni is nagyon jól rendezte. Tehát nyilvánvalóan ezt tudják a nézők is, meg én is tudom tapasztalatból. Ezt múltkor meg is beszéltük, nem ebbe az előadásban, másik színházban, de nem szidjuk egymást. Magunk között megbeszéltük, hogy ha még egyszer valaki azt mondja, hogy a sikerhez az kell, hogy jó legyen egy előadást, azt szembe röhögjük. Tehát nyilván nem ez a fő szempont a nézőknél, hanem hogy elegendő mennyiségű humor legyen benne, hogy elegendő számút tudjanak nevetni. Van ilyen statisztika, hogy azt hiszem 2 percenként kell nevetniük, különben bukásnak számít, ha ki volt írva, vagy vígjáték. Mondjuk lehet, hogy nem írjuk ki, és akkor nem probléma. Na, de itt egyrészt lehet sokat nevetni, másik pedig az a másik dolog, hogy azért a színész akkor jobban örül a sikernek, hogyha tényleg érzi, hogy volt benne munka, meg volt benne komoly szakmai háttér, vagy feladat, amit meg is sikerült valósítani. És a nadrág? Vasalás! Ezt nem bár lehet ezedik kvázi, mit csinálja? Nem tetszik neki. Átkasoljuk még egyszer! Köszönöm szépen! Viszont már nem legyen drága. Krűzölni már nem kell! Azért nagyon figyelni kell, nagyon ritmusos. Én még magamról ma nem beszéltem, ami furcsa, be kell lássuk, nem szokott ez előfordulni, de a szakmaiság így a hatalmába kerített, de azért visszaelveznék arra, hogy én az Inast játszom.
Drága nevem nekem. Ez nekem azért kihívás, mert nyilván a szexádi nézők is tudják, hogy én egyfolytában főszerepeket játszom, tehát általában azon, hogy bejövök az elején is, nem jövök ki, csak a legvégén. És ebben meg nem. Ebben meg ugye kiberohangálok, mert ugye alájátszom leginkább a Mihály F. Balázs által megformált Mr. Barnettnek segítenék pénzhez jutni. És emiatt azon, hogy mindig ki kell jönnöm a színpadról, és ez nekem nagyon nehéz, hogy legyen kedvem visszamenni. Tudjam, hogy mikor kell visszamenni. Tehát ez egy másfajta koncentráció, de hát csodálatos összjátékaink vannak, tehát tényleg a, most még egyszer említeni Mihály F. Balázst, akivel nagyon jó együtt dolgozni, de nagyon szép zárt jelenteink van. Halucinálod! Ó, akkor mi ágod, amennyitik az ó, mennyitik a show, Maga kicsoda! Vágyalikai Budírországú! Kedves papa, nem volt véletlenül utazó ügynök? És hogy mi a darab slusz poénja, azt mindenki megtudhatja, ha megnézi az előadást. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!